Szóval ott tartottunk, hogy a Venice Beach megvan, majd itt jön a második versenypálya, de előtte húzzuk karaktert. Itt már spin, landing, itt már kell a csúszás, több pénz nincs is. Veszünk még Teslát. Jó. Itt ugyanaz van, mint az előzőnél. Pénz meg a pont. Nagyon jó volt, nem baj. Gyönyörű. Így nyitottuk ki a egyik hátsó részt, hogy ott megcsúsztuk azt. Jó. Ezért kéne pontot is csinálni, mert addig nem lesz jó. Attól van az a pénz. Fú, talán ha jól emlékszem, azt kell megcsúszni ott végig, de nem biztos. Ja, nem, mert már nyitva volt. Jó van akkor. Na, mennyi lesz? Hát, jóval kevesebbre számítottam. Na jó van. Aha, igen, az van ott zárva, ahhoz pedig itt azt a fentit kell megcsúszni. Hát nem ezt. Nem litrikkel nekünk. Melyik ki is nyílt. Jó. Hát megérdemli a fújulást, játékos. Nem baj. Lesz az még jobb is. Szerencsém volt. Még kevesebbet kaptam, az jó. Na igen. Ez az, amikor megelőznek, és akkor a harmadikat le kell tolni. Örülök neki nagyon. Ez volt minden álmom. Na jó volt, akkor toljunk be valami erős pontot. Szép. Nem baj. Nem megyünk, mentünk. Nem tudunk venni, nem baj. Philadelphia, na ez egy nem könnyű pálya. 3 pont, az 2. Na itt meg kellett csúszni a szökőkútnak a elzárója. Ja nem, bemenni a elzárók közé, a csapok közé, és akkor úgy fogjuk elzárni a vizet. Collector Bells, felszedni a harangot. Bloom Slide, ez egy tetőn kell azt majd Bloom Slide-ot csúszni. Lead Trick,
Hát majd hátul a skatepark részen kell, azt a trükköt csinálni, a kazetta meg a pénz. Jó. Na akkor kezdjük. Kezdjük a haranggal, meg egybe zárjuk is el. Ezt nem így kéne, hanem így. Ha jól megy, akkor fel is fog ugrani, hát nem így. Nem baj, mert van ennek egy alternatív módja is. Megfogjuk így. El tud az menni oda, majd mindjárt felmegy. Hát nem a földbe kell mennie le, hanem felfele. Jó, még egy. Hát nem hiszem el. Ajaj. Na végre. Aha, és az miért nem zárja? Na, alér. Jó. Ó, de jó. Már nem emlékszem ott, hogy volt, mert én mindig ott néztem valamit, hogy ne roncsam el, mint így, ahogy most. Hogy hova is kell ugrani. Ha már itt vagyunk, akkor beszélgetünk. Jó, megyünk tovább. Visszamegyünk még oda. Mivel ott van egy pénz. Ez. Jó. Itt van a Bloom Slide. Aha. Nem itt van, hanem fent. Mindegy, tulajdonképpen melyik oldalról csináljuk. Nagyon jó. Nem mentünk, úgyis toljuk tovább. Igen, az előbb így kellett volna felugrani. Csak a rendkedvér, hogy mielőtt valaki azt mondaná, hogy ú, milyen béna vagyok. Aha, nem baj. Amúgy igaza lenne, mert nem is szoktam játszani, tehát nagyon béna vagyok most. Miért ezt csináltam? Akkor hogy van az a csúszás? Jaj, lelecsúszás, jó van, én felfel csúszást nyomtam. Megesik az ilyen? Ez még belefér. Úgy érdemes csinálni benne valamit, például, hogy így elrontjuk, vagy nem tudunk átmenni, hogyha van rá lehetőség, akkor közben a pontra azért menjünk rá. De az két nem lesz meg, de azért itt van egy harangunk. Na, ott egy kazettánk. Itt meg egy pofárás is. Hát, az igen vérszegény menet volt. Na jó. Jön a skét. Mondom, jön a skét. Nem sok játék tud engem felidegesíteni, de a Tony Hawk az pont az egyik ilyen, amelyik
hogy baj tudok kapni. Mondjuk hát ilyen teljesítménytől nem csoda. Aha. Kösz. Jó. Na már nem emlékszem azt a tét, hogy vettem itt fel. Talán simán, aha, simán még kiugrottam. Itt pedig... Minek annak megyek neki? Lányira ide játszottam. Na, már célozni se tudok. Így kell kitörni. Ha itt vagyunk, akkor már... Hát nem igaz. Jó, de pont úgy se volt ilyen nagy valami. Meg ott maradt rajta egy pénz, ezt felvesszük. És akkor megyünk a litrik trükköket csinálni. Hát általában itt lehet a 250-es pontot megcsinálni, jó. Kb. Szinte semmit nem csináltam, és már 200-ban vagyunk. Úgy barulja. Na, a litrik, az sem mindegy, hol csináljuk. Ó, de jó. Akkor a másik. Nem, félcső. Jó van ebben, akkor úgy néz ki, még egy lesz. Nem igaz. Pontot majdnem elfelejtettem. Hát azt meg kéne csinálni. Úgyhogy nem borulunk el. Ó, hogy a pont az.
Igen. Talán nem itt lesz, hanem a következőnél. Igen. 4-5. És kéne még lenni való egy pénznek. Vagy nincsen? Lehet, hogy nem nézzük már rosszul. A pont azt tudom, hogy nincsen meg. Azt nem felejtettem el. Hát, ha megint úgy elrontom, mint az előbb, akkor nagyon örülni fogok neki. Szólva, tökéletes skate shop. Az is megvan. Jó. Igen, megkaptuk a Hawaii pályát is. Na, ez tulajdonképpen az utolsó karenmódos pálya. Ez a versenypálya. Szokásos. Itt pénzt kell felvenni. Na, itt van a pénz, az nem olyan könnyű. Itt fent drótokon kell lesznek. Mindenféle helyen. Ja, nem is így szoktam. Régen simán ment. Régen is elég sokat szívtam vele. Pontosan a pénzzel, és fel se tudtam menni, nagyon jó, nem baj, megvan. Na végre már. Úgy akarom már azt levinni, hogy 100%-ban van pénz is. Az már csak itt van a bika szarva. Azt onnan lehet tudni, hogy melyik, hogy ilyen világosabb zöldes, mint például ez volt. Még van itt egy olyan bika git. Volt. Nagyon jó. Jó, jött a pont. Tóró, kapsz mindjárt olyan tórót a fejedbe. Gondoltam, hogy nem egy magas. Hogy nem egy magas pontszám lesz. Így akartam én már az előbb is ezt csinálni. Csak
nem sikerült úgy. De szép, gyönyörű lett. És az a játéknak vége. Jó. Az előző videó az mindig úgy van, hogy mikor végigviszik egy játékos, egy karakterre, akkor bejön elsőnek a esős videó, és akkor utána mindig az adott karakternek a videója jön be. Na. Igen, megkaptuk az Office Edit-et. Na, megkaptuk az Office Edit-et, meg egy-két új pályát, de amúgy az a jó, hogy összeomlott nekem. Tony Hawk 2, csak nem tudom, hogy mitől. Continue, jó. Jó van. Megmutatom már, hogy kinézetre milyen. De ő lenne az a drágaság. A mi kis dagadékunk. Jó. Megmutatom, milyen ez a Hawaii pálya. Hát ez csak ilyen freerunos dolog. Lehet, hogy bohóckodni így benne. És akkor ott a végén van egy olyan benne, ahogy ki is írta, hogy 70-80 feet. Ugye a távolság, hogy például lehet így versenyezni benne, hogy ki tud távolabb elugrani. Jó. Aha. Ez érdekes. Na. Ez elvileg az első pályának lenne, de itt nem tudom, hogy ez hogy kerül ide. Na, ilyet se láttam még. Mert eredetileg ennek lettek volna feladatai, na mindegy. Remélem, hogy tetszett nektek ez a végigjátszás. Hogyha érdekel titeket, hogy normálisan hogy tudom vinni, vagy csak így simán ilyen kusztomba, például itt van a Single Season Free Skate, vagy egy csinált pályán, akkor majd fogok írni ki szavazást, ami ott van megjelenni oldalt fent, és akkor, ha van kedvetek, nyomjatok rá egy igent, vagy egy nemet. Ha tetszett ez a fajta végigjátszás, így alá a kommentára, akkor nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!